Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Amikor az előttünk lévő tárgykör kerül szóba, akkor pontosan arról vitatkozunk, hogy milyen keményen képviseljük és képviselhetjük hazánk érdekeit az Európai Unióval szemben. Tehát erről szól az előttünk lévő előterjesztés. Az én kétperces reagálásom is arról kívánna szólni, amit itt az előzőekben hallgattunk, hiszen látható, hogy a szocialista frakció bizonyos tagjai nem értik meg azt, amit Gaudi Nagy Tamás képviselőtársam kikívánt emelni. Itt nem csak arról van szó, hogy azok, akik mondjuk áthaladnak egy országon, mennyi készpénz kell, hogy felmutassanak, egy olyan szivattyú rendszerről van szó jelen pillanatban, amelynek, ha nem tudunk ellenállni, akkor a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény és a hozzá csatolt törvények, előterjesztések sem tudnak semmilyen erőteljes hatást kifejteni semmilyen irányban. Megmondom, miről van szó. Arról van szó, hogy az Eurostat adatai alapján, amit úgyse tudnak megcáfolni, de próbálják csak meg, ha húzni akarják az időt, 2004 és 2008 között, ez kimutatás statisztika, mintegy 6 milliárd eurónyi támogatásnak nevezett valami érkezett ide. Ugyanezen időszakban, ugyanezen statisztika alapján 30 milliárd ment ki. Hogy lehet ez? Az 5-6 milliárdhoz képest, mert egyébként 5-öt is mondhatnék a 6. Képviselő úr, ne arra, ugyanez nem illeszkedik a bíróságok szervezetén és igazgatásáról szóló törvényjavaslathoz. Megértem a szándékát, de úgy gondolom, hogy amennyiben Ampert Mónika képviselő asszonyt is megpróbáltam visszaterelni, önt is. Arra kérem, hogy csak abban az esetben folytassa, ha visszatér a TÉPER 6393-as törvényet. A gondolatot engedje meg, elnök úr. Ezen múlik, hogy komolyan vehetünk egy kötelezettségszegési eljárást, vagy pedig nem. Ezen múlik, hogy az EU-val szemben tudunk ellenerőt feltámasztani. Hogy önök ezt nem értik meg, nem csodálkozom, ezért jutott oda az ország ahová. Hogy a mostani kormány megérti-e, azon múlik, hogy merre indulhat el a jövőben. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen.